A tanévkezdés követően egyik napról a másikra jelentősen megnövekszik a forgalom, melynek legsérülékenyebb szereplői a gyalogosok, akik a leginkább ki vannak téve a gépjárművel haladók esetleges figyelmetlenségeinek. Az ilyenkor bekövetkező balesetek elkerülése érdekében pedig ajánlott minél korábban megtanítani a gyermekeknek a legfőbb közlekedési szabályokat. Mindenképpen, aki gyalog közlekedik, mindenképpen ajánlanám, hogy beszélje át a gyermekkel az útvonalat. Ez egyébként akkor is fontos, hogyha nem gyalog közlekedik, hanem autóval, hiszen előbb-utóbb az a gyermek önjáró lesz, és menet közben pont van rá idő, hogy megbeszéljük, hogy erre kell menni, itt erre kell figyelni, hogyan kell körülnézni, hogyan kell átkelni egy gyalog átkelő helyen, hogyan kell átkelni egy többsávos úton. Ezeket mind már előre átbeszélhetjük a gyermekkel, illetve természetesen, ami a legfontosabb szülőként, az a példamutatás. Tehát mi magunk is tartsuk be azokat a dolgokat, amit elvárunk a gyermektől. Tehát mi se rohanjunk át az úton, mi is nézzünk körül, várjuk meg a szabad jelzést, és akkor várhatóan a gyermekünk is egy biztonságosan és közlekedési kultúrát maximálisan betartó felnőtté fog válni. Berinszky Klára hozzátette, javasolt a fényvisszaverő ruházat viselése, illetve a hasonló célt szolgáló kiegészítők használata is. De nem csak a gyalogosoknál fontos a láthatóság, hiszen az a gépjárművek esetében is elengedhetetlen. A Kressz úgy fogalmazza meg, hogy kötelező a tompított fényszóró lakott területen kívül, viszont ha a látási viszonyok megkövetelik, akkor lakott területen belül is. Márpedig, hogyha esik, szürkébb az idő, akkor az bizony azt jelenti, hogy lakott területen belül is fel kell kapcsolnunk a fényszórót. Nagyon fontos, hogy összelátnézzük a gépjárművünket biztonsági szempontból. Valamennyi fényszórónk világít-e? Remélhetőleg igen, hiszen ennek nem csak össze kell így lennie, hanem mindig. Legyen nálunk tartalékizzó, legyen nálunk zseblámpa, helyezzünk el az autóban mindenképpen láthatósági mellényt, vagy valamiféle láthatósági átvetőt, hiszen sosem tudhatjuk, hogy nem ér-e minket valamiféle műszaki hiba vagy baleset egy út mellett, ahol nagyon fontos lenne ezeknek a használata. Érdemes továbbá átnézni az ablaktörlő lapátok állapotát, valamint azt is, hogy elegendő mennyiségű ablakmosó folyadékkal legyen feltöltve a gépkocsi.